Siket. Siket, újra bánynál van. Bány beteszi középre, sejben nem volt les, el kell lőni. Ott pedig nem történt szabálytalanság, ezek szerint nem. Pedig két makó is a földön volt. Előtte maradt némi szerencsével. Ott kemény összecsapás volt Guba Tiborral, de szabályos volt a vendégek négyese. Puskás csúszik be, még mindig Langónál van. Langó hozzá, most teszi tovább, Frank. Még tovább, most a lövés, egy 0-16-ossal, Palásti Sándor góljával. Gyakorlatilag a semmiből szerezték meg ezt a gólt a tököliek. Nem vette senki komolyan Langó Lászlót. Langó pedig tovább tette. Frank Tamásnak, Frank Tamás még tovább, Palástinak, ő pedig úgy döntött, hogy ellövi. És szépen kilőtte a hosszút, ezzel tehát 1-0 a tököliéknek. Egyedül Varga Csaba van hátul a makóiaknál. Bánya szabad rugással, gyönyörűen ment, felső lét. Most felé ki, Bány ismételhet, ez pedig mellé megy. Újra Puskás, Palásti mellett, és kitűnő labdát köt Tóth Attilához, aki nagyon finoman akarta volna megoldani. 5 vendégjátékos a sorfalban, most már csak 4. Bány el is lövi, ugyanott eltalálja, ez pedig kimegy. Most már nem egy makói, nem csak Schreiber lesz, hanem Bány Tamás is előr marad. Rajtuk kívül mindenki a makói kapu előtt. Egy fejes, ami kipattan a felső részről, Hakker fejéről került a kapufára a labda. A 16-oson belőle biztos be fog jutni a labda. Feltéve arra dobja, most ez nem így történt. Horváth Gábor távolról. Váradi. Bány mellett nagyon szépen csinálta. Van beinduló. Felé is megy a labda, még mindig ott van, most a lövés. Palásti Sándor nem tudta leszorítani. Schreiber jött vissza a labdáért, Siket. Tóth Attila már büntető területen belül, elviszi Hakker mellett, Tóth már csak lőni kellene, nagy védés Balástól. Megálltak a tököliek, nem tudom ennek mi lett az oka. Nézték, ahogy Tóth bevitte a labdát, hát szinte a kapu torkába. Máj szögletére jön az imént említett kapus, és megfogja a labdát. Harsányi, Tóth Attila talán, hát nyilván egyértelmű, hogy hozzáért. Ezzel ő pedig 2 perccel hamarabb bemehet az öltözőbe, mint a társai kiállítják.